egy nagyon nagy röptetés. Monzon. Ezt ügyesen csinálta. Visszagurítás, ide valaki szemben a kapun! Lesen. Halló, vigyázz! Hova mentek? Hova mentek? 2-0-ra vezet a Boca Juniors. Ez az El Clásico, kicsi a rakás. Éppen megdákózzák egymást a srácok, csak jusson egy kis kréta a végére, mert úgy akkor könnyebben siklik a golyó is. Gary Medel második gólja. Kirobbanthatatlan lesz ez a gyönyörű El Manöken. Hát, milyen klasszikus a mozgása. Ott van, nem Abel Alvesnek ugrik nekik, ne Pocho Insuana. Egy nagyon finom bőrözés, Ferrarit megnyesték, visszagurítás, Martin Zár, és mekkora gólt rúgott Gary Medel, egy Chilinho, jobb külivel pöri-pöri. Ez a kisgyerek a hullarészekre fogja inni magát. Mindenki őt akarja megérinteni, egy picit adj magadból, te gyönyörű kétlábon járó pitbull, te félistenség, ki gondol már San Palermo-ra? Csak a mosolyától mentse meg a kamerát, az jóisten. 2-0! Na most csöngette ki! Gary Medel beszól Gazzardónak. Dir! Gary Medel egy pitbullal nem jó Muñico Gazzardónak, ott van még egy picit le is, még egy análfűrészt felajánl Gary Medel. Ővel egyébként kár óberkodni a Gazzardónak, mert két gólt rúgott, szanaszét égeti a Rivert, nem tudom, hogy mi a baj mostanában. Még mindig szépen óva, ajaj, rendesen krétázzák egymást, erős a hergelés. Otta! Gyerünk! De milyen viccesek voltak még a meccs előtt. Még milyen nagy barátok voltak, mekkora pendrive Gary Medel. Azt hiszem anyácskának üzem. Gary Medel meg bemutatja, hogy két gól. Hát ezzel Gazzardóval igazából nem tud mit kezdeni. Júj, ez a tekintet. Gary Medel pedig itt egy pitbull bele... Aha, úgy látom, még Brékót is bemutatta a nyeles mikrofont Gazzardónak. Jó, ez jó, amikor így a köftárosok összeérnek, dubcsiznek egy kicsit. Munkácsi festményt elemezgetne. Elég nagy totás a mozgása Hector Baldassinak.